Jó, szóval ha nem gond, akkor én is ide maradok. Megköszöntök mindenkit. Nálam is vannak... Igen, közben lehet működni a készülő múzeumnak a látványterében. Igen, ez a Gölvesz a pálya. Vannak más elnevezési alternatívák is. Én is megpróbálok kicsit olvasni, mert az adatokat nem mindig érzem meg pontosan, tehát kénytelen vagyok. Tehát a múzeum első digitalizálási projektjei már az 1980-as évek közepén elindultak, legtöbb esetben egyéni gyűjteményi indítatásból. Ilyen volt például a múzeum etnológiai archívum inventárium gyűjteményének nyilvántartása, még először Commodore 64-jel. De nagyon sok helyen Excel táblába kezdtek írni leltárkönyveket. A tárgygyűjteményekben 1989-ben indult meg a számítógépes adatrögzítés, ennek eredményeképpen nagy ütemben egy év alatt több mint 200 ezer tárgy adatai kerültek számítógépre. Ez azonban még nem adatbázis volt, csak egy struktúrálatlan adathalmaz. A jelenleg alkalmazott, mind a tárgygyűjteményeket, mind az archívumi anyagokat is magába foglaló, és mára már publikus felülettel is rendelkező adatbázis az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek eredménye. Ez az úgynevezett Monari adatbázisban közös állományba kerültek mind a műtárgyi, mind az archívumi gyűjtemények. Így a publikus felületen jelenleg 97 ezer műtárgy, 40 ezer fotó, 7 ezer nyomat és rajz, 150 film, 9300 dallam válik egyszerre elérhetővé és kereshetővé. Hangsúlyoznom kell, hogy ez az adatbázis a Néprajzi Múzeum nyilvántartási rendszere. Tehát ennek a fejlesztése nem egy szolgáltató felület volt, hanem egy nyilvántartó felület. A modern elvárásoknak megfelelően kezdik folyamatosan fejleszteni a publikus felületet, de még nagyon nagy hiányosságok vannak. Ilyen szempontból az archívumi gyűjtemények egy kicsit könnyű és nehéz helyzetben is vannak. A könnyű helyzet az, hogy a nyilvántartási szabályzat ránk az archívumi anyagokra nem vonatkozik úgy, mint a tárgygyűjteményekre. Viszont valahogy illeszkednünk kell ezekhez, de egy kicsit speciális is a helyzetünk, majd bemutatom, hogy körülbelül hol tartunk most. Ezen a honlapon a gyűjtemények és kutatások alatt természetesen képet kaphatunk a múzeumnak a gyűjteményeiről. Úgy a műtárgyűjteményekről, mint az etnológiai archívumnak a felosztásáról. Mint láthatjuk, jelenleg hangtárnak hívják a népzenei gyűjteményt magába foglaló egységet. Ez a történelem során nagyon sok nevet kapott, de ez volt az annó a Nemzeti Múzeum néprajzi tárán belül az első önálló egység, a fonogramgyűjtemény. Később ebből lett népzenegyűjtemény, nagyon sok ideig, főleg Lajta csoport ideje alatt népzene osztály, aztán megint az archívumhoz tartozó, és így tovább jelenleg hangtárnak hívják. A gyűjteménynek a digitalizálása, a hangtár gyűjteményének a digitalizálása a fonográf hengerekkel kezdődött el, és hát most szerencsére én is emlegethetem Pávai István, az ő vezetésével indult el ez 97-ben, jelenleg a fonográf hengereknek körülbelül a 4/5-e érhető el a múzeumnak a honlapján. A náluk lévő mintegy 35 ezer támlap több mint fele érhető el digitálisan. A népzene gyűjtéseket ebbe a múzeumi integrált gyűjteménykezelő rendszerben 2016-ban kezdtük csak feltölteni. Először a fonográf felvételek és azok lejegyzései kerültek, majd az úgynevezett hangzóanyag nélküli MS, mint múzeumi szövegjelzetű lejegyzések kerültek a rendszerbe. Ezután következett 2017 év folyamán a teljes pátria sorozat, majd a magnószalagállományokkal folytatódhat ez a munka. A pátria sorozat ugyan már többször több helyen megjelent könyvben, de szerencsére is a múzeum költözésének megfelelően a gyűjteményi feldolgozásoknak köszönhetően egyre több kottal kerül elő egyébként a még kottával nem rendelkező anyagokhoz. Természetesen a hangtár adatbázisában lévő mára megközelítőleg 20 ezer tétel még mindig nem mind ellenőrzött publikus felvétel. Jelenleg valamivel több mint 9300 tétel kutatható,
Ezek között, ami teljes, megtalálható a legelső 1000 fonográf henger, Lajta és Vargyas összegyűjtése, Bartók magyar, szlovák, illetve török gyűjtése. Tehát hiába a mi belső nyilvántartási rendszerünkben ezek digitálisan már megvannak, az, hogy mi kerül publikussá, az természetesen egy múzeumi szakembernek az ellenőrzése és jóváhagyása kell hozzá. Tehát minden tételt egyenként ellenőrizni kell. Ez nem olyan könnyű. Ha megnézzük a hangtárt, akkor leírás található, hogy mégis miket találhatunk itt. Természetesen a fonográf hengerek, gramofon, mikrobarázdás, a többi magnetofon, szalagok, zenei videófelvételek. És ha megnézzük a hangtár adatbázisát, akkor láthatjuk, hogy ennek a nyilvántartási rendszernek természetesen egy jóval mélyebb belső adathalmaza van, amit nekünk ki kell tölteni, és mi választhatjuk ki, hogy mik az úgynevezett publikus felületek. Jelen esetben gyűjtéshelye, népcsoport, előadásmód, előadó, dokumentumtípus, felvételhelye, felvétel ideje. Természetesen ezzel nekünk kellett egy kicsit a műtárgyűjteményhez idomulnunk, mégpedig azért, hogy a kereshetőségben a különböző mezőket megfeleltethessük egymásnak. Tehát elvileg ebben a hangtárban is keresni lehet. Felvételkészítő, szövegkezdet, cím, hely, felvételideje, népcsoport. Na most, ha felvétel helye, vagy a gyűjtés helye, vagy a felvétel ideje, ezek különböző mezők, de ezek össze vannak kapcsolva. Tehát ha valaki nem tudja, hogy a bizonyos széki gyűjtés Budapesten a rádióban került felvételre, vagy felvételre, és ott volt a felvétel helye, és a felvétel helyéhez írja be széket, akkor is meg fogja találni. Tehát ezeket is igyekeztük úgy összekapcsolni, hogy ne kelljen sokat ezzel problémázni. Például vegyük egy témát, nézzük meg, hogy a felvételt készítette a László. Na. Már is megláttuk, hogy az édesanyja Rózsafája az első felvétel. Na most egy érdekes dolog, látunk egy jelzetet, NMH, 1308B, régi jelzet, MH, 1308. Sajnos ezzel a Néprajzi Múzeumban nagy bajban vagyunk. Hogyha most a felvételeket és az összes hangtári felvételt akarjuk integrálni egy adatbázisba, akkor közös jelzet alá kellett ezeket hoznunk. De mindenképpen muszáj volt megtartani a régi jelzeteket, hiszen a mai napig az összes hivatkozás MH-ra van. De egyébként ez sem igaz, mert a legelső fonográf hengerek jelzetei MF-ek voltak. És amikor a Pátria lemezek bekerültek a múzeumba, abból lett az F. De mivel a fotótár F számot kapott, ezért lett belőle GR. És így tovább. Tehát rengeteg a szalagos állományunknál szintén nagyon sok különböző megjelölésű szalag van. A lényeg az, hogy a gyűjteményben 11 különböző leltárkönyv volt. Tehát ezeket kell valamilyen szintű egységes rendszerbe tenni. De ha megnézzük, hogy miért is jó ez az integrált rendszer, hogy bekerült a múzeum teljes egészébe a hangtár is. Látjuk, hogy a hangtárban van csobotfalvi gyűjtés, de a fénykép gyűjteményben van például Lajta László három fotója, vagy a műtárgy leltárban is van Lajta László. Megnézzük, hogy mi történt ott. És kiderül, hogy a Lajtának az udvarhelyi gyűjtéséből, 42-ből hozott nagyon sok tárgyat, szám szerint 34-et. Ez egyébként egy kiállításon látható volt. Megnézhetjük ezeknek az anyagait. De ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy homorúdalmásról milyen műtárgyak vannak a nyomatgyűjteményben, és még mindig látjuk, hogy Lajta Lászlónak 2054 hangfájlja van a múzeumban. De hogyha megnézzük a fényképgyűjteményben, akkor persze kijön a legelső nagyon népszerű
fotójam. De az is látszik, hogy ezek a, hogy mennyire össze vannak kapcsolva a tartalommal is. Tehát látjuk, hogy a képen a Bözödi Mimonai egyik felvétel egy énekesen van, de a gyűjtés Lajta László véget tett, tehát Lajta László itt is, mint tartalmi elem megjelenik a gyűjtésnél. És akkor megnézhetjük, hogy Vinci Oszkárnak is van 18 műtárgya, amit hozott a múzeumban, és egyébként össze van kapcsolva természetesen a fényképpel, a diapozitíva. Szóval nagyon sok ilyen jellegű anyag van, és nagyon sok mindenre jöttünk rá már mi is azóta. Tehát például nálunk volt Rajecki Béli bácsinak egy hangfelvétele, ami a filmgyűjteménybe kiderült, hogy megvolt a film. Szóval ezek nagyon fontosak, hogy ezek össze vannak kapcsolva. A 90-es évek végétől a múzeum igyekszik mind a tárgyi, mind az archívumi anyagainak az online bemutatására is. Az adatbázis alapja a különböző online publikációknak is, melyek egyik módja a különböző gyűjteményi egységekből készült tematikus válogatás, online katalógus. Ezeket is meg tudjuk nézni. Hogyha itt láthatjuk, hogy ezek mellett, hogy különböző adatbázisokban keresgélhetünk, vannak különböző online gyűjtemények. Az egyik ilyen vállalkozás, az első ilyen vállalkozása a gyűjteménynek, az Bartók Béla anyagainak a online katalógusban rendezése. Először a magyar gyűjtésekkel kezdtük. Ezt mint térképre vetítés egy adatbázisból elég könnyű, és különböző színekkel van jelölve, hogy honnan milyen mennyiségű felvétele van Bartók Bélának. Lehet természetesen mennyiségét is keresni. Ami ebben igazából érdekes volt ebben a gyűjtésben, az, hogy a két különböző gyűjtemény, az MH-t, ami ugye a fonográfhengerek, és ami csak lejegyzéseket tartalmazó gyűjteményeket, egyszerre lehet megtekinteni. Nem csak ekkora képben jelenik meg, egyébként ez egy külön oldalon is megjelenhet, hogyha ügyesek vagyunk. Tehát ez volt az egyik ilyen vállalkozásunk, a másik pedig a nem régen a török gyűjtései, ami kiegészült jelenleg Sikos Jánosnak a tanulmányával, ahol is meg van feleltetve az ő könyvében lévő számok a múzeumi fonográf számokkal, plusz a múzeum korábbi kiadványából, amit még a Vinyi Józsefék csináltak CD anyagából. Tehát ez volt az olyan vállalkozás, amit mi most folytatni szeretnénk, mert Bartók szlovák anyagai már fölkerültek, és ami most nagy munka, és most épp segítséget kaptunk az eltudomány részéről, az a Bartók román gyűjtésének a honlapon való megjelenése. Azt közös kiadvány lesz, csak jelzem a Budapest Vármattan, és Zenetudományi Intézet is, nem csak a... Én azt tettem, amit a Sikos János, bocsánat. Sikos János a hozzá. Szóval természetesen mi abszolút nem zárkózunk el a közös kiadványok elől. A lényeg egyébként ennél a török gyűjtésnél az, amit most a Matyi is pedzegetett, ez a timekódozás, mert hogy most jutott el a mi adatbázisunk is oda, hogy meg lehet oldani, és pont a török anyag kapcsán fontos ez, hogy ne, mert a fonográf hengereknél a teljes hengert lehet meghallgatni csak. De hogy eljutottunk odáig, hogy timekódozni lehet, nem daraboljuk, hanem timekódozzuk, és így oda fog ugrani az adott... A törökből? Persze. Milyen kottán? Hát a sajátos. Ja, de a kottagrafikán, meg van végig kottagrafikázva. Ez rendben van, de mi ugye azt teregjük föl, ami a
múzeum sajátja. Ott is ilyen születik? Ez valamiért ilyen... Ez valami beállítás. Beállítási probléma. Tehát ez a legelső verzió, amit Bartók jegyzett le, és ez van nálunk. És ugye, most akkor ezt az örülítésre van legalább Ábrahám Péter, ami ugye ez egy következő henger átmegy, tehát eltölt a henger, ezt hogy fordulni? A következő henger is oda rakjuk. Nem, nem rakjuk össze, ha gondolsz. Azt hiszem a CD-n össze van, ugye? A CD-n vannak hibák. Ennyi tudom. Hát mert nem is teljes. Igen. CD-n nem is. Igen. Tehát ebből reméljük, hogy, hogy esetleg egy kicsit megoldódik a Bartók. Szóval, de egyébként az online publikáció tudjuk, hogy mennyire sok előnnyel jár a papír alapú megjelenéssel szemben. Egyszerre hallhatók a felvételek, látható a lejegyzés, és különböző térképekre lehet vetíteni a felvételeket, ez egyébként nem probléma. Ami még probléma volt nálunk, főleg a Bartók anyaggal kapcsolatban, hogy a hengereket nem egy meghatározott rend, hanem a nyilvántartási rend szerint tároljuk. Ráadásul nem is sorrendbe adták be a hengereket a gyűjtők, tehát nem követi azt a feldolgozási utat. Van, amikor 1910-ben bejött egy hengeranyag, de a gyűjteményben később lett beletározva, mint egy később beadott anyag. Tehát... Tudod, sokszor volt az, hogy megvette a saját pénzből a hengert, és csak akkor adta be, amikor kifizette neki a múzeum, legalább a hengernek a költségét, és ezért egyáltalán nem időrendben van a hengereknek a számozás. Ez így van. A másik nagy vállalkozás még, amit tavaly sikerült bemutatnunk, az szintén egy kooperáció az Élettudományi Intézettel és a Hagyományok Házával. Ez Lajta László és csoportjának gyűjtései az 50-es évektől haláláig. Ennek az időszaknak a hangszeres anyaga jelent meg már két kötetben, de ennek a népének anyaga még nem jelent meg. Ez természetesen szintén nem egy végleges állapot. Jelenleg csak települések szerint lehet keresni benne. Még nem sikerült elérni Batlisző szövegkezet szerint, de mint látjuk, ez a Sopron megyei, meg Vas megyei gyűjtésének, hogy milyen hihetetlen nagy munkát végeztek, de azért már meg lehet nézni ezeket az anyagokat. Természetesen, ahol például az a jelzet van, hogy gyűjtőfüzet, itt majd a gyűjtőfüzet engedélykérések, vagy a Hagyományok Házában található anyagban van, amit ha jól tudom, a Hagyományok Háza már szkennel. Igen, Zsuzsanini hagyaték. A Zsuzsanini hagyaték, az már mind föl van gondolva, ebben benne vannak. A másik fontos probléma volt a múzeum számára, ez a, amit látjátok, a múzeum etnográfiai felirat. Tehát ez a fajta vízjelzés. Nem oda kell tenni. Ne, most nem fogjuk tenni. Most született a döntés körülbelül 2-3 hete, hogy nem lesz benne. Tehát ezek a képek nem olyan felbontásúak, hogy bármilyen kiadványítani, vagy bármiben. Nem lehet olyat is csinálni, nem mondjuk, hogy a képen nem látszik, csak a kinyomtatott. Ma már igazából nem biztos, hogy kinyomtatása. Hát igen. Tehát ami nagyon fontos jelenleg munkánk volt, az igazából ez. De ha megnézzük a múzeumnak a különböző gyűjteményeit, akkor még felhívom a szíves figyelmet arra is, hogy nem csak magyar anyagok vannak. Tehát a múzeumnak, és ez egy szintén múlt heti kiegészítése ennek a publikus felületnek, hogy most már gyűjtemények szerint lehet keresni. Tehát, hogyha a termékhez beírjuk, hogy furulja, és mondjuk a gyűjteményben nézzük, hogy Afrika, szerintem ne. Köszönöm.
Ő már járt itt. Nem, egyébként járt itt. Nem, szóval a lényeg az, hogy megnézhetjük a fotót, megnézhetjük a leírást róla, de hangsúlyozom, hogy mindig csak azt, ami publikus. Jelenleg a múzeumok költözése miatt ez két okból szerencsés. Az egyik az, hogy minden tárgyat kézbe kell venni, és minden tárgy pont a Monari alapon egy QR kódot kap. Ezzel a költözést nagyon szépen lehet követni, és ez a QR kód abban is fog segíteni, hogy amikor a múzeum éppen abban a részben van, hogy csomagolunk és nem tudunk mit csinálni esetleg az új múzeum elkészüléséig, ezeket az anyagokat fogjuk tudni feldolgozni. Tehát például most ebben az évben és a jövő évben nagyszabású digitalizálási munkák folynak majd nálunk a hangtárba, hogy abban a leállásos időkben ezeket folyamatosan tudjuk publikálni. Hát köszönöm szépen, remélem, elég rövid voltam.